Üdv mindenkinek, ez itt a Pokoli Szomszédok Let's Play utolsó része. Én utána olvastam, de nem tudok róla, hogy lenne egy extra szint, ami egy otthon játszódik. Megnéztem YouTube-on valakit, aki 100%-ra végigcsinálta a játékot, és ez az utolsó rész, úgyhogy akkor ezt szerintem rosszul tudtam. Viszont azt is megnéztem, hogy itt miket hagytam ki. Itt pontosan azt nemre gondoltam, itt meg abszolút semmi érdekes. Hát ez annyira érdekes, hogy nem is fogjuk megcsinálni az egészet újra. Ha emlékeztek erre a szintre, ugye itt eresztjük le a vizet, itt baseball ütőzi meg az elefánt a kutyát, és itt rakunk be a turbánba egy ilyen polipot. Na ugye ebből többet is elvehetek, azt beszéltük, mert felhasználtam a széknél is. Na de az meg ide is lehet rakni. Oszt ennyi. Ennyit maradt ki, hogy kétszer veszi fel a turbánt, egyszer az van a fején, egyszer ez van a fején. Ennyi. Tehát, hogy ezzel nem vesztettünk semmit. Ez pedig a másik, ahol szintén igazán volt, hogy a dohányával kell valamit csinálni. Felmerül a kérdés, hogy hol találunk hozzá eszközt és mit kell vele csinálni. Nézd meg, bezárt bánya. Ez ilyen rejti a megoldást. Mindjárt látni fogját. Ez a barom minden elhúz. Meg innen is elhúz majd. Egyáltalán nem emlékeztet az Indiana Jones főcímdarra, hová gondolsz? A sírjuk távoztak, felszedjük a feszítővasat, de hát ő itt most dohányozni fog. Pontosan ez a lényeg. Erre van egy szükségünk. Húzzunk rá, mielőtt megjön a mamuci. Nyissuk ki a bezárbányát, mert miért ne? Ja, és dinamit. Hát persze. Erre miért nem is gondoltam? Egyébként kíváncsiságban megnézem, hogy megtalálom mind a két rubintot. Csak egyet. Hol volt a másik? Emlékszem, hogy ezt megtaláltam valahol annó. De már nem emlékszem, hogy hol. Na mindegy. Itt valószínűleg az volt itt bent, nem? Nyanyuci. Nem vagy jó helyen nekem, menj szépen vissza oda. Azt a kecses ugrást basznak. Nyanyuci. Te itt kurvára idegesítő helyen vagy. Nekem ide kéne jönnem. És te ebben nem segítesz nekem. Akkor körbe megyek, hát nem igaz. Épp mindenki ekkora szemétláda. És hogy nem tudom mit csinál, csak ácsorog. Nem igaz. Ked muszáj itt lenned ilyen gyakran? Meg úgy általában itt járőröznöd, mint valami hülye? Megint jön dohányozni. Ide akarok jönni, hát nem igaz. Miért olyan hatalmas kívánság? Jó, aludjál, baszki. Azonnal aludjál. Meddig alszik ez? Nézd, semmire nincs idő. Kész. Két helyen se lehet bújni egyébként, láthatjátok. Tudod mit, mamuci, bazd meg, vegyél észre. Hát, ha ide dobsz. Az, hogy ez damostáján nem kéne, hogy időbe tartson.
Hát ezt nem hiszem el. Jó, szerintem értitek, berakjuk oda a dinamitot, és ő felrobban. Jó. És akkor jön a lényeg, az utolsó feladvány. A hazaúton. Ahol szerencsétlen, hogy teljesen ki van idegileg, nyilván ez a világ körüli túra nem alakult olyan jól, amennyire alakulhatott volna. Itt egy halom hal. Itt a kapitány. Neki majd beköszönünk. Van töltött pisztoly a fegyverem. Ugye hát. Ha másról nem Csehovtól tudjuk, hogy ez el fog sülni. A lőszeres fejének ugye nem kell mondanom, hogy ennek fényben hol lesz a szerepe. A szőnyeg is eléggé adja magát, hogy itt ebbe a helybe lehessen bemenni. Egy koszos üveg. Halom virág. De nagyon be akar menni, nem tudom miért. Ahol a kedvenc virága nem fog jól járni, majd a halak lesznek ott. A mamuci legalább sokáig alszik. Mit találunk a kézitáskában? Gyógyszereket. Szomszédunk lezuhan. Ezt meg kell tisztítani majd, de magam sem tudom hirtelen hogyan. Ezzel minden igaz, én el fogom tudni érni a halat. Ez azt hiszem a kapitánynak kell majd az izéjébe. Szerintem bőven van időnk itt körbejönni. Nem, ezt váljuk el az övüdek szilánkra. Akkor lesz halunk. Halat nem úgy belevetjük a virágba. Jajjaj, neked nem kéne itt lenned, mamucit. Téged kihívott. Ki nekem egy rongyó egy valami. Amivel ezt megtisztíthatom. A mamuci most megint nincs itt. De lehetőség előtte. Mind a szomszéd közben magával szórakozik. Ez meglazul, ez a más, ez a harmadik trükk. Azt gondolom külön problémát jelent neki majd. Ezek után fog kiesni a hal, akkor lehet, hogy azt emlékeztem. Ezzel itt magától is szórakozik, nem csinál szükség. Aha, a lávtörlő, ott lesz a kulcs, nyilván. A szomszédnek eszébe nem jutna soha. 4-5-3. Ez van. Na már most ez egy számkombináció, amit majd itt fogok használni. Azt jelenti, hogy végre lesz két halunk. Tehát meg lesz a magva. Egyszerű szerepe! Na, várjuk, hogy a szomszéd lezuhanyozzon. Ja, hogy mi van? Jó, ez nem Billy. Kézitáskában semmi másért, hogy esetleg nem tudok találni. Mamuci előbb bújjunk el, ugye ide nem tudok jönni. Meg kell várnom, amíg ők innen eltakarodnak. Két hal, három trükkünk van, az egyik gondolom az itt lesz. Az egyik hal az a virágban, meg a másik pedig a papagányakán van a kulcs. Ezt meg kell tisztítani, hogy ne kirepüljön, meg bolonduljon és le tudja venni a kulcsát. A
grogból láttam sose elég. Na jó, itt az ideje, hogy összeszedjem a halakat. Van kettő is, gyönyörűen néznek ki. Egyik megy a virágokba. Másik hal helyét még ki kell találnom. Jó, ne, Sanda, gyalom, hogy ezek után vagy valaki lemegy zuhanyozni, vagy valami lesz az ablakkal, vagy valami egyéb történni fog. Bizony, Olga jön és zuhanyzik. Ezt továbbra is le kéne törölni valamivel. Nyilván nem a szőnyegem, mert az elhasználódik, ezért ebből alkalmatlan. Aha. Itt a megoldás. A szomszéd itt fog leskelődni, és ha feltétlenül erre rárakom a halat, akkor lecsúszik. Itt elogikus vagyok. És most jön az, hogy ezt letisztítjuk. Azt jelenti, hogy a madár majd szépen neki megy, elájul, megszerezzük a kulcsot, és utolsó trükkünként, igen, zárható kinyúl. Megszerezzük a kulcsot, közben figyeljük a szomszéd izgalmas tevékenységei. Olga nyilván örülni fog. Mert meg az ember kinyúlik. Gyorsan kábítsuk el teljesen. Ennek most annyi. De a számkombináció ez ugye ezzel kell, hogy majd használjam. És ezzel a hajó teljesen el fogja leszíteni uralmát. Te engem egyszerűen is elkaphatsz, leszalom. Mi is itt a vége a dalnak. Szomszédnyes beszél fel, áll majd a kapitány kabinba, és meglepően fogja konstatálni, hogy nézd már nincs itt senki, illetve aki itt van, az nincs magánál. Na, erről beszélek. És most nézzük, mit kapunk ajándékul befejezésű. Természetesen nincs olyan viccesebb tévéműsor, mint amikor a hajó a csöppet a Titanicra emlékeztetően szitkomosan elsüllyed. Már csak a Celine Dion-dal hiányzik. De a kacsás kiszolgál a gyönyörű. Felmerül a kérdés, hol van a kapitány és Olga. Szerintem ők megfulladtak, és ez valójában egy rendkívül tragikomikus kaland, és a média manipulatív hatalmát feszegető játék, mert ugye a háttérben élvezkedik a közönség, bele se gondolva, hogy ártatlanok életüket adták ezért a produkcióra, a szomszéd valószínűleg 86-szor meghalt volna. Mindenesetre ez volt a Pokoli Szomszédok 2, remélem jó szórakoztatok ezen is és az elsőn is. Gondoltam, hogy nem fogok ilyen 100%-os végigjátszásokat csinálni, mert az annyival nem adna többet hozzá a produkcióhoz, hogy megérje. Értitek, tehát láttátok a trükköket, igazából az a poén, nem az, hogy OS 100%. Szóval ez volt a Pokoli Szomszédok, remélem, hogy elégedettek vagytok így ezzel a konklúzióval. Jövő héten valami új következik, majd meglátjátok, hogy micsoda, de szerintem tetszeni fog nektek.
Innen folytatjuk legközelebb.